A hidegháború vége óta a legnagyobb NATO hadgyakorlat kezdődött Norvégiában csütörtökön. A művelet két héten át tart. A hadgyakorlaton 31 ország 50 ezer katonája vesz részt, mintegy 250 repülőgéppel és helikopterrel, 65 hadihajóval és több mint 10 ezer harckocsival. Az erődemonstráció célja, hogy egy képzeletbeli, de valószerű támadásra adandó gyors reagálásra készítse fel a szövetséget, fogalmazott a NATO főtitkára a hadgyakorlatról szóló sajtótájékoztatóján. Ez megmutatja, mire vagyunk képesek és hogyan tudunk együtt dolgozni. Az európai biztonsági környezet jelentősen romlott az elmúlt években. A NATO erre a hidegháború vége óta a kollektív védelem legnagyobb alkalmazkodásával reagált. A Trident Junction 18 hadgyakorlat ezt mutatja meg. A forgatókönyv fiktív, de a tanultak alapján adandó válaszaink, a tanulságok valóságosak lesznek. Moszkva tiltakozott a művelet ellen, az orosz védelmi miniszter pedig figyelmeztetett, lehet, hogy országa kénytelen lesz reagálni a NATO tevékenységre. Az orosz hadsereg szeptemberben maga is hatalmas hadgyakorlatot tartott, Moszkva szerint 300 ezer ember részvételével. Nyugati diplomaták ezt a számot túlzónak tartják.